Hely tulipán, tulipán, az életem nem vidám. Édes ízek keserű, ritka vendég a derű. Azt mondta az én anyám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tiszta szívem szomorú, miért kell ez a háború? Miért nem élünk csendesen, békében szégyentelen? Csalhatatlan nem vagyok, mondom, amit mondhatok, nem vagyok se rossz, se jó, országos városlakó. Itt van az én otthonom, becsülettel dolgozom, amit tudok, megteszem, mégsem jó az életem. Hely tulipán, tulipán, ez a hely az én hazám. Ide jöttem világra, remélem nem hiába. Bajához való erős érzelmi kötöttségében nagyon nagy szerepet játszik a természet, a természeti környezet szeretete. A Duna és a Gemenci erdő szépsége mindig csodálattal tölti el a művészt. Témavilágában is az egyik legfontosabb helyet az ártéri erdő foglalja el. Másik kedvence a portréfestés intenzív színhasználattal. A stílusirányzatok közül egyéni fölfogásban az expresszionizmust vallja magáénak. Az alakos kompozícióinál szerepet kap a szimbolizmus és a szürrealizmus is. Plakett és érem területén majdnem kizárólagos a portré. Ezeknél is elsősorban az emberi értékeket tartja szem előtt a művész. Saját bevallása szerint csak azokat mintázza meg, akik emberileg és szakmailag példaképek lehetnek. Plasztika műfajában a köztéri szobrázat foglalkoztatja, tervei közül néhány makett formájában már létezik. A Hadtörténeti Múzeumban 1994. október 6-án helyezték el és avatták föl dombormű sorozatát, valamint Mészáros Lázár domborművét. Önálló plakett kiállítása volt már Budapesten és Baján is. Bácsbokodon egy magyar honvédet ábrázoló domborművével állítottak emléket a község hősi halottainak. Bartos Endre önerőből, önképzéssel jutott el addig, hogy műveivel közönség elé léphessen. Az első önálló kiállítása 1972-ben volt, ugyanitt Baján, a helyőrségi művelődési otthonban, melyet akkor Erdei László alezredes tett lehetővé. Azóta körülbelül 25 kiállítása volt Budapesten, Kalocsán, Székesfehérváron, Kiskunhalason, de a művész neve ismerősen cseng Franciaország, Svédország, Ausztria és Németország amatőr és profi művész köreiben is. Pillanatnyilag egy németországi kiállítása van folyamatban. Bartos Endre igazi álma az, hogy Baja földrajzi helyzetéből fakadóan valódi művészeti központtá váljon, kiemelten a népi művészet fölkarolásával.